Tamásiban, Adórián új telepen megtörtént annak a beruházásnak a munkaterület átadása, melynek köszönhetően hosszú idő után az itt élők is igénybe vehetik a vezetékes ivóvíz szolgáltatást. A város külterületein több helyütt is szembesülniük kell ezzel a problémával a lakóknak, tudtuk meg a város polgármesterétől, Porga Ferenctől. Több olyan külterületi lakott hely is van a város környékén, ahol gyakorlatilag soha nem volt vezetékes ivóvíz. Ezt a több évtizedes vagy lassan évszázados problémát fogjuk most tudni orvosolni, és a Paksi Ipari Park Kft. Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Kft. Jóvoltából Süli János miniszter úr segítségével sikerült forrás szerezni arra, hogy ezeken a területeken ez a nagyon fontos probléma végre megoldódjon. Több részre osztottuk a projektet, attól függően, hogy az engedélyezési eljárásokat milyen ütemben sikerült lefolytatni. Így az első ütem itt Adórián új telepen fog megvalósulni. Munkaterület átadásra kerül sor, ami azt jelenti, hogy néhány héten belül elkezdi a konkrét munkátokat a kivitelező. Látom, itt már a vonalak fel vannak festve, ki van jelölve a hálózatnak a helye. Tehát most már az új telepen lakóknak nem kell sokat várni ahhoz, néhány hónapot gyakorlatilag, hogy vezetékes vízzel rendelkezzenek. Ezt követően, és ezt is fontos hangsúlyozni, a második ütemben pedig a Tuskos-Kosba Újvárhegy külterületi lakott helyen fog megvalósulni a vezetékes ivóvízellátás. Itt még a közbeszerzési szakaszban vagyunk. Én abban bízom, hogy október végén, november legelején ezen a területen is sikerül átadni a munkaterületet, és megkezdődhet a kivitelezés, és a harmadik ütemben pedig Adórián pusztán és Öreghenyén. A 21. században nehéz elképzelni, hogy egy háztartást mi módon lehet fenntartani vezetékes ivóvíz szolgáltatás nélkül. A Tamási e területén élők mindennapi vízellátását saját furt kutak, illetve lajtos kocsi biztosította, emelte ki a polgármester. Az önkormányzat lajtos kocsin keresztül biztosította a vízellátást, illetve hát sokuknak ásott furt kutya volt, és ezen keresztül tudták maguknak biztosítani a vízellátást. Tehát nem volt könnyű az élet külterületen, soha nem az, de vezetékes víz nélkül tényleg azt gondolom nagyon nehéz. A Tamási Adórián új telepen élők elkövetkezendő heteinek közlekedését érinteni fogják a munkafolyamatok, de a kivitelező cég előzetesen minden háztartást kiértesít az éppen aktuális fennakadást okozó munkálatokról. A Tamási Adórián új telep vízellátási közcélú vízilétesítményeinek kiépítése elnevezésű projekt 100%-ban állami finanszírozású, így az ingatlan tulajdonosokra nem ró anyagi terhet. A vízóra aknákat és annak telepítését a kivitelező cég végzi. A komoly beruházásra, amely már időszerű volt, nem volt egyszerű forrás találni, mondta Süli János miniszter. Ha gazdaságilag nézzük, nem egy egyszerű beruházás, mert ugye folylagosan a távolságok nagyok, a vezetékhosszok jelentősek. Tehát az volt a szándékunk, hogy érjünk ennek a végére, és minden szempontot fölülmúl az, hogyha úgy döntöttek az emberek, már pedig itt élnek, itt akarnak élni, mert ugye ez a szekszárdi tolnai dombság, ez egy szépen belakott terület, meg szép táj is. Innen is ugye szép kilátás van a dombokra, akkor legyen meg a feltétel annak, hogy itt is ivóvíz, tisztálkodáshoz megfelelő víz legyen. Tehát ma már enélkül tényleg nem élet az élet. Tamásiban a külterületen élőktől türelmet és együttműködést igényelnek azok a munkafolyamatok, melyeknek köszönhetően legkésőbb jövő őszre háztartásaik is rá lesznek kötve a vezetékes ivóvízhálózatra.